Ószövetségből részletesen megismerhetjük az ókori fazekasmesterek munkáját. Az agyag taposásán és formálásán át, a kiszárított cserépedény kiégetéséig. A példázatokban a zsidó nép egyik szimbóluma a cserépedény, az úré pedig a fazekas. Üdvözöllek, Zsika. Szervusz. Ez ő is vagyok. Én pedig Álmos. Szundinak hívnak igazából. Akkor csak... Szundinak szólíthatnak? Szundinak. Mindig csúfoltak, hogy Álmos. Tudod, szép név, de inkább maradjunk a Szundinál. Miért itt találkozunk? Itt volt 14 éve az esküvőnk. Nagyon kedves emlék. Nagy szerelem, nagy rajongás. Tart ma is, és ezért gondoltam. Azt hittem, hogy hordász vagy. Nem, ez egy mérföldkő. Meg sok a sár, mint a műhelyembe is. Sár? Sár. Hát sárral dolgozik a fazekas. Szakmai ártalom? Bizony, aha, szeretem a sarat. Na hajrá. Okés. Jól van. Mit üzen nekünk a nagyszüleinktől örökölt váza, vagy a reggeli kávé csészéje? Hello, szia! A köppenyt felvennéd, ott lóg egy kínos készült. Szia! Ja, Kinga! Szia, Kinga. Szia, mezőmisi, szia! Jöttem dolgozni, most termelni. Ó, nagyon jó! Kell a segítőkéz. Szundi, Szundi! Szerbusz! Le van maradva, muszáj behoznom. Ki volt a mestered? Kitől tanult a családba? Volt bárki is, vagy... Nem, nagyon érdekes, senki, abszolút egy bányás családban nőttem fel, én véletlen, nem véletlen, semmi nem véletlen. 18 évesen találkoztam az agyaggal, egy művelődési házba így becsöppentem egy kézműves szakkörbe, és szerelem első látásra. Nagyon-nagyon szeretem csinálni. Nézd, hogy jó. Nem annyira jó? Hát, nem rossz, de nem ha rossz, de... egy picit nem meg... rossz, de jó, nem ilyen. Ha nem bánt, hogy egy kicsit én is meggyúrom, akkor lehet, hogy nagyobb lesz a sikerélmény a következő lépésnél, amikor hát korongozunk. Elején nagyon kell neki nyomni. Elején teljesen nyomjuk, de még mielőtt összevizezzük a kezünket, mutató új, és ezzel oda nyomod a korong tányér meg az agyak közé, egy kis lekenést csinálunk, hogy ne tudjon a rök alá folyni a víz. Egy ilyen kis picit rök. Jöhet a vizezés. Az első az, hogy igen, érzed, hogy lögdös, igaz? Igen, igen. Központba kell húzni, gondolom, így nem? Van, te vagy a főnök. Hát egyértelmű, hogy én. Gáz? Hát tetszik neked így? Hát nekem bizony, hát én alkottam, hát persze, hogy tetszik. Ha ezt egy kicsit itt benyomom, igen, ezt meg egy kicsit meghúzom, és mondjuk közben a feleségedre gondolsz, aki hát nagyon örülne. Ez egy szív alak. Igen. És minek a jelképe a szív? Hát a szeretetnek. Így van. És szoktam példálozni ezzel, hogy a szeretet sok mindent elfedez. Például itt az egyenetlenséget. Tehát van, amikor nem simogat minket Isten, hanem egy kicsit brutálisabban vagy fájdalmasabban nyúl hozzánk, vagy mondjuk erősebb eszközökkel, de annak is célja van, hogy kialakítsa azt, amit szeretne. Egy ilyesmi lett volna a cél. Hogy miért fontosak a példázatokban ezek a szimbólumok, arról is beszélgetek dr. Kálai Imre református lelkésszel, a debreceni homokkerti gyülekezet lelkipásztorában. Imre, engem az érdekelne, hogy mit szimbolizál az Ószövetségben a cserépedény. Jeremiás proféta ír a cserépedényről. Jeremiás proféta az Ószövetségnek egy olyan profétája volt, aki sokat szenvedett a küldetése miatt. És Jeremiás volt az, aki elment a fazekashoz, vett egy cserépedényt, és az Isten parancsára ezt a nép szeme láttára összetörte.
és ezzel azt akarta szimbolizáltatni vele az Úr, hogy ahogyan ez a cserépedény összetörik, úgy jön majd el az ítélet a déli országrészre, Júdára. És hát itt a Biblia a cserépedény alatt tulajdonképpen a népet, az ószövetségi népet, az Isten választott népét, az izraeli népet jelképezi, és ahogy ezt a hármas jelképrendszert használjuk, akkor a fazekas az Isten, aki a kezében tartja a népet, formálja ezt a népet, igyekszik formálni, igyekszik átformálni, türelmes fazekas, céltudatos fazekas, tudja, hogy mit akar formálni, de ez az agyag nem akar annyira engedelmeskedni. És akkor, amikor már a cserépedényhez érkezik el a bibliai beszámoló, akkor ez valahol azt is érzékelteti, hogy itt már nincsen lehetőség változásra, úgymond a cserépedény ki van égetve, azt már nem lehet formálni, mint az agyagot, és eljön az ítélet, a nép hát viselkedése, bálványimádása Isten ellenessége miatt, mert a saját gyerekeiket feláldozták más népek kultusza miatt, holott ezt Isten nem kérte. És Isten úgy érzi, hogy ő a saját országában, a saját népek között idegenné vált, mert hogy a nép az elfordult tőle. És Jeremiást azért küldi az Úr, hogy a fazekas, az agyag és a cserépedény jelképrendszerén keresztül felhívja a népnek a figyelmét, hogy van még lehetőség változásra, és hogyha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor el fog jönni ez az ítélet, ami a cserépedényre is, és össze fog törni a nép, és elmennek majd a fogságba, és ugye sajnos be is következik majd ez a babiloni fogság, ez a babiloni tragédia. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, ahogy én ezt megélem, hogy ugye a fazekas az ő maga eldönt, hogy ő mit szeretne. Én azt gondolom, hogy az nagyon téves, amikor a lelkipásztor maga eldönt, hogy most akkor ez a gyülekezet milyen legyen. Nyilván vannak hagyományaink, hitvallásunk, református meggyőződésünk, amihez nyilván tartjuk magunkat, de amit én fontosnak tartok az életemben, hogy én megértsem Istentől azt, hogy ő neki mi a célja ezzel a gyülekezettel, hogy ő mivé akarja formálni, alkotni ezt a gyülekezetet, és én pedig ebben legyek eszköz. Ez így leszoktam ülni, tehát van amikor ugye az ember érdemes, ha leül. Figyelj, ezt tűnik, ezt persze, persze. És akkor megtámasztod a kezedet, ne remegjen. Vagy ha remeg, akkor próbálod minél kisebb rezgésszámmal. Nagyon szépen kanyarintod, teljesen jó. Hivatalos? Hivatalos. Na. Betesszük a nagy kemencébe. Azt meddig? Milyen fokon, hőfokon is meddig kell égetni? 1000 fokon égetjük, és hát egy 10 órán keresztül. Ez egy fazekas égetőkemence, és hát árammal működik, régen fával tüzeltek, annak is volt egy szépsége, amikor 8, 10, 12 vagy akár 24 órán keresztül is ésszel tüzelni kellett egy katlamba alá. Annak összefogott az egész falu, a fazekas mesterek egymás váltva. Az első égetésnél akkor keletkezik a cserép, és utána egy üvegszerű anyagot, mint az ablaküveg, azt ráégetjük. Oké, eddig nagyon jó. Eddig jó. És minek és a szimbóluma ez egyébként, amit most te mondtál? Nagy... Keverést ki ne hagyd. Ja, kever, kavar? Az első égetés, azaz első zsenge, így is hívjuk, az olyan, mint az újjászületés. Ezeket a munkafolyamatokat, te teletűzdelet szimbolikákkal, miért fontos ez neked? Rájöttem, hogy nagyon-nagyon sok párhuzam van. Mindenki agyagedény, mindenki egy kis csupor Isten nagy fazekas műhelyében, de a szabad akaratot nekünk dobta a Teremtő, hogy milyen csuprak akarunk lenni. Egyszerű kis, közönséges kis, vagy valami az, hogy ezt a csuprat, ezt mivel töltjük meg? Hát az, hogy mi van a csuporban, az megint egy külön üzenetrész, mert ő azt írja, hogy az ő kincse, tehát ő maga van benne a csuporban. Mi vagyunk a csuprok, akit kiformált Isten, és utána használ arra. Tehát ő maga van, Isten van benne a csuprunkban, az életünkben, a testünkben, a jellemünkben. De itt az, hogy milyen edényé válunk, hogy kik leszünk az életben, abban van egy szabad döntési lehetőség szerintem. Fazekasok még maguk bányázták ki a munkájukhoz szükséges anyagot.
Bókics Adrián régész muzeológussal találkozom, hogy megtudjam, hogyan éltek a fazekasok Jézus idejében. Adrián, engem nagyon foglalkoztat, hogy hogyan alakult ki a fazekasság. Azt tudjuk a fazekasságról, az edényművességről, hogy körülbelül a letelepedett életmóddal egy időben, Krisztus előtt 8-10 ezer évvel ezelőtt az újkőkorban alakult ki, amikor már nem nomadizáltak az emberek, nem vándoroltak, hanem letelepedtek, helyben termesztették a növényeiket, állatot tenyésztettek, és akkor ugye előbb-utóbb szükség lett edényekre, amiben beleteszik az ételt, és vannak emlékek is, ami ugye nem pont edényekkel kapcsolatos, viszont kicsi állat és emberfigurákból találtak nagyon sokat. Akkor ezek szobrok voltak? Ilyen pici kis szobrot, valószínűleg valami vallási szertartásokhoz kellett, 26 ezer évvel ezelőttről való, és a mai Csehország területén találták ezeket. Megállapították róluk, hogy ilyen lösz és víz keverékéből készültek, majd kiégették őket. Tehát ezek a legelső emlékeink, de egészen Észak-Afrikától Szibireig találtak ilyen kicsi szobrocskákat, amik persze ugye még nem edények, de már a fazekassá kezdete, tehát ismerték a kiégetését az agyagnak. Persze szabad tűzön, mert ekkor még nem voltak fazekas kemencék. Hasonlóság van a mai fazekas műhely és a Jézus kora római korban levő fazekas műhely között, vagy teljesen más? Persze van hasonlóság mindenképpen. Jézus idejében már akkor a korongot is rég ismerték, tehát korongolták az edényeket. És igaziból, tehát ilyen szempontból sok különbség nincsen. Na még ugye annyi, hogy manapság készen kapja a fazekas az agyagot, maximum átgyúrja, de régen taposták az agyagot, áttaposták. Erre is utalnak a Szentírásban is. Az ókori Róma területén sok fazekas műhely volt? Igen, viszonylag sok fazekas művei volt, és voltak persze híresebbek is. Hát Jézus idején konkrétan a mai Olaszország területén, a mai Arezzo, vagy ugye latin nevén Arezziumban volt egy óriási nagy fazekas műhely, illetve több üzem is dolgozott, és egy-egy üzemben néha 50 mester is dolgozott, vagy annál is több. Na most azt tudni, hogy itt például volt egy nagy agyagbánya, amellé költözött a műhely, és amíg ott az agyag ki nem fogyott, addig ott szépen a... Úgy, mint itt az agyagbánya. Igen, pontosan most is egy műhely. Igen, így van, most egy agyagbánya területén sétálunk, és ugyanúgy, tehát hogy abban az időben azért fontos volt, hogy a nyersanyag közelébe költözzenek az adott szakmák, így például a fazekas egy agyagbánya közelébe, és még vízvezeték közelébe, meg kellett az agyaghoz víz is. Tehát pontosan ez az Arezzo is egy ilyen agyagbánya közelében volt. És amikor ebből az agyag elfogyott, a fazekasság központja áttevődött Dél-Galliába, az a mai Dél-Franciaország, de a Rajna vidékről is ismerünk amúgy fazekas műhelyeket. Menjünk, nézzük meg a mi kis fazekasunkat, Álmos, gyere rendben együtt! Van. Hoztam egy kis frissítőt. A saját készítésűből. Nyilván, hát mi másban, nem is pillepalack. Egy kis víz, Adri. Hú, én kérek szépen. Egy csajosba. Jaj, de jó, még mosolygós fej is van benne. Így van, ez a szignom. Ó, de jó. A kis smiley a bögre belsejébe. És látod, Adri, hogy mindegyik kis kerámián valami írás van. Ezek általában bibliai idézetek. A rómaiak is nagyon grafománok voltak, mindent jegyeztek. Jellemző volt, hogy az ő edényeik vagy használati tárgyaikon írás volt? Nem volt jellemző, hogy például a tálakra írtak volna, de az ügyes fazekasok ezekből is étkezteteket csináltak, tehát nem csak tálakat, tányérekat, hanem kelyheket, serlegeket, poharakat készítettek, és arra viszont az ilyen vidámkedő fazekasok hát ilyeneket írtak rá, hogy igyál belőlem, töltsél még egy kicsit belém, és hát ugye törött edényeket felhasználtak újra, és azt viszont az ilyen cserepekre viszont írtak, tehát írtak leveleket, került elő katonaságból. Cserépre, igen, tehát hogy volt egy Egyiptomban állomásozó római legiósnak megtalálták a levelét, egy ilyen kiszáradt folyóban cserépdarabok voltak, és ezeken konkrét levelek voltak, kedves XY, és akkor leírja, hogy mit szeretne, stb. Stb. Tehát felhasználták újra a cserepeket, mert a papírusz mondjuk drága volt, és akkor inkább a cserepeket így felhasználták. Egy cserép töredékből látjuk azt, hogy hogyan iszapolták az agyagot, mivel soványították, mert ugye elég zsíros az agyag, és használtak kavicsot, homokot, akkor ilyen szalma töreket. Ma már modern kor, bemegyek a boltba, vagy elsőmegyek, csak küldök egy e-mailt, hogy ilyen agyagot kérek, ilyen mázat, küldik teherautóval. Megtaláltam azt az agyagot, ami nekem bejött, megtaláltam azt a díszítési módot, ami nekem tetszik, meg is tudom csinálni azt az égetési hőmérsékletet, azokat a mázakat, tehát ezt a hármast
így összeraktam, tehát az alapanyagot, a díszítést, a formát és az égetést, meg a színt. Uh-huh. És akkor ez így összeállt, ez egy több éves kísérletezés, keresgélés. Az utolsó vacsorán szerintetek láthattunk ilyen eszközöket, ilyen tányérokat, ilyen poharat vagy? Egy cikkben olvastam, hogy izraeli régészek mondták, hogy esetleg még kőből készült edénykék is lehettek. Hogy például a vacsora is úgy folyt, hogy nem ahogy a középkori képeken látjuk, hogy hosszú asztal, székek, minden, nem valószínű, hogy ők is ez a tehát fekvő pozíció, kereveteken, és törték a kenyeret. Törték a kenyeret, ugye nem tudunk mindent biztosan, de maradt erre is ábrázolás amúgy, hogy az utolsó vacsora ilyen kereveteken történik. Ez egy korabeli ábrázolás. Mm. Az Ószövetség és az Újszövetség között van valami hasonlóság vagy különbség, hogyha a szimbolikát nézzük, mint cserépedény? Hát az Újszövetség visszautal az ószövetségi prófétákra. Ugye a Római Levél 9. fejezetében beszél erről Pál, hogy az ember nem vonhatja felelősségre Istent, mert nincsen abban a helyzetben, hiszen a fazekast sem vonhatja felelősségre, az agyag nem mondhatja neki azt, hogy miért formáltál ilyenné, vagy miért vagyok én ilyen. És tulajdonképpen Pál apostol itt arra akarja kihegyezni a mondani valóját, hogy az ember a teremtőjével ne szálljon szembe. Viszont annyi változás azért van, a korintusi levélben Pál apostol pedig önmagáról beszél úgy, mint egy törékeny cserépedényről, amely kincset rejt magában, és ez a kincs az tulajdonképpen az ő hite, vagy Isten, az evangélium, a Szentlélek jelenléte, az Úr Jézus Krisztus az a kincs, ami ő benne van, amit ő rejteget. Abban az időben a zsidó nép tagjai sokszor a kis családi vagyont ilyen cserépedényekbe rejtették el, és nagyon sokszor, amikor csak úgy vonultak a katonák, belebotlottak egy cserépedénybe, és akkor az ugye összetört, és ott volt benne a kincs. És ezért használja Pál apostol is ezt a kifejezést, hogy a mi kincsünk cserépedényekben van elrejtve, és ez a cserépedény az embert, a törékeny embert jelképezi, és a kincs pedig az Istent, a hitet, azt a jelenlévő Krisztust, aki ott van. Tulajdonképpen ez az, ami nem feltétlenül változik ez az Ószövetséghez képest, hanem inkább más lesz a hangsúly így az Új Szövetségben, hogy a hívő ember, az Isten szolgája, az egy üres edény, aki azt kell, hogy várja nap, mint nap, hogy az Isten töltse meg őt, és ez látszódjék, és ez egy nagyon fontos üzenet. A mi feladatunk nem az, hogy nagyon jónak, meg szépnek látszódjunk, hanem alázattal, a mi törékenységünket beismerve Istenre kell mutatni, hogy ő látszódjék. Az a csodálatos ebben az egész üzenetben, hogy a fazekas az egy nagyon türelmes fazekas, és nem mond le az agyagról. Hogyha egy kicsit az agyag nem úgy formálódik, vagy nem úgy alakul, ahogy ő szeretné, akkor nem dobja el, és nem mondja azt, na, te rossz agyag vagy, és akkor most már nincs tovább, hanem a fazekas, hogyha nem úgy sikerül, akkor újra kezdi. És Isten nem mond le az életünkre, ugye nem mondott le Pál apostolról sem, hiszen Pál apostol egyébként egy agresszív, keresztényeket üldöző, meggyőződéses zsidó ember volt, és Isten nem dobta őt ki, hanem megállított ezen az úton, és újra formálódás kezdődött el, tehát újat kezdett vele, és Isten nem bennünket sem akar kidobni. Isten nem azért szeret valakit, mert templomba jár, vagy nem azért szeret valakit, mert annyira sok jó cselekedete lenne, hanem Isten egyszerűen feltételek nélkül szeret bennünket, és ő azt szeretné, hogyha mi olyanná formálódhatnánk, amennyire ő eltervezte. Mert igazából ő ismer bennünket, személyiségünket, a gondolatainkat, azt, hogy mire vagyunk képesek, és ő tudja azt, hogy mi az életünknek a legjobb helye és célja, és ezért érdemes rábízni magunkat, hogy valóban ő formálja az életünket, és ő tudja befolyásolni az életünk fontos döntéseit, mert akkor igazán a helyünkre kerülhetünk. Másik felével hatékonyabb, igen. Figyelj csak, nekem azért vannak gyökereim. Na, mesélj. Vályogvető cigány ember volt az én
Nagyapám, lehet, hogy valamit örököltem. Na majd most kiderül. Szupi. Technikád zseniális. Azért te nem szívinfarktusba fogsz elmenni. Annyira remélem, egy ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott ember vagy. Hát nem mindig voltam ilyen, én inkább egy idegbeteg állatnak mondtam volna magam mondjuk egy 30-25 évvel ezelőtt, de a mesterség sok mindenre tanít. De így újraélesztjük a téglákat. Olyan, mintha újjá születne ez a kis kupac sár. Mindent így e felől közelítesz meg? Abszolút. Mindenbe beleszövöd a teremtőt, mindenbe. Nekem mindenhol. Beleszövöd a hitet. Mindenhol nyilvánvalóan ott van. Tehát annyira ott van a növényekben, az életben, a lüktetésben, a születésben, még a halálban, és én is ezen a szemüvegen keresztül látok mindent. De szerintem ez így jobb, mint hogyha a sörös üvegen keresztül látnám, mint ahogy régen láttam. Figyelj, én is kerestem az utamat, azért bármilyen hihetetlen egy hívő embernek is azért vannak olyan életszakaszai, amik nagyon mélyek, és keresi az ember az utat. De te se voltál mindig hívő. Hát nem, persze, hogy nem voltam. De nálad az útkeresés, az honnan indult el? Eleged lett mindenből, vagy mi? Mindenki keresi az élet értelmét. Legalábbis szerintem, legalábbis 15-6 éves korában biztos, hogy kell egy választ kapni, hogy miért is van ezen a világon. És akkor éltem az életemet, de úgy vergődve. És az, ami nekem a legeslegnagyobb problémát okozta, hogy amikor úgy nem láttam megoldást, akkor úgy kicsit elhagytam magam, tehát valahogy úgy nem volt miért küzdeni, és mivel örököltem egy kicsit a hajlamot, egy kicsit úgy én is nyitott voltam erre, nekem az alkohol nagyon, nagyon szerves része lett az életemnek, és bizony 20 éves koromra kialakult egy függőség. Egy darabig úgy tartottam magam, ugye ilyen jó fej voltam. Ez volt a legmélyebb pont? Gyakorlatilag 27 éves koromra jutottam el a gödör aljára, ez úgy, hogy loptam, becsaptam. Loptál. Barátokat, akik befogadtak. Igen, tehát, hogy ilyen kisebb elcsenések voltak, ismerőstől akár boltból. Tehát ezek nem, ettem a kukából, aludtam az utcán. Ott álltam a vonatperonon, és szerintem egy angyal tartotta a fülemet, hogy ne tegyem meg azt a pici lépést. Nem magamnak tulajdonítom, hogy életben maradtam. És ebbe a gödörbe volt egy ilyen kis sugallat, angyali sugallat, egy tanár, annyit mondott, hogy Álmos, maga egy értékes ember, kezeltesse magát. Voltak barátok, akik azt mondták, hogy figyelj, Szunda, ez kicsit gáza, hogy viselkedsz, mert gyerektábort vezetsz, és tök jó fej vagy, és mindenki szeret, aztán a jövő héten meg részeg vagy, ez hogy van, tehát hogy miért? Mert nem tudtam jól kezelni még az örömöt sem. Ezután én Dömösre mentem el, ott van a református egyháznak egy iszákos mentő missziója. Nem voltam túl büszke, hát 27 évesen kimondani, hogy alkoholista vagyok, ez egy nem jó érzés. Tehát ez egy nagyon-nagyon megalázó érzés, hogy beültem a jó kis 50-es, 60-as masszív életutat. Szégyelted magad? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen volt. És akkor ott ültem a fotelbe, hallgattam a tanításokat az evangéliumból, tehát ez egy nagyon mély lelki gyakorlat volt tulajdonképpen. Lebontották az ostobaisten képet, amit én így hittem, vagy nem hittem, vagy sejtettem, vagy hallottam valamit, tehát a kereszténység egy elég maszlakszerű képen volt. És ennek a két hétnek a végén én nagyon sokat perlekedtem Istennel, de úgy, hogy mondta lelkész a tutit a szószékről, én meg mondtam magamban, hogy hát ez miért nem. Ment a másik mozi a fejedben. Igaz? Így van. És akkor nagyon érdekes volt, hogy nem mondtam ki ezt a kételyt, csak hogy bennem, hogy na majd én a szünetben jól megmondom, hogy ez miért gáz, ugye a lelkésznek. De pár perc múlva érkezett a válasz. Na de újabb kérdés, hát én egy konok, öntörvényű alkoholista ember voltam, és akkor egy újabb kérdés, újabb válasz, kérdés, egy rendes iszabbirkózás volt két hétig, és kettő hét múlva nem volt ellenérvem. És ott meghajtottam a fejemet Jézus előtt, mert mondom, ha ez igaz, akkor én ebbe a csapatba akarok tartozni, Jézus csapatába. Ő volt az első olyan tekintély, aki alá odarendeltem magam teljesen. Én katonai szakközépiskolát végeztem, hát ott volt egy csomó olyan tekintély, akinek nem szívesen engedelmeskedtem volna, hogyha azt mondják, hogy ezt vagy azt tegyem meg, mint katona. Ki is rúgtak a végén, de Jézus alá oda mertem magam rendelni. És utána még volt több év, nagyon kemény, nagyon nagy visszaesések, nagy pofonok, nagy szenvedések, nagy pokoljárások, amíg az óembert szépen Isten szétverte, hogy te az előbb a téglákat.
és ezekben a küzdelmekben volt egy pillanat, akkor megint elkapott a visszaestem, hetek óta gyakorlatilag egy erős delíriumos állapotban voltam, és akkor az egyik srác megszólított, hogy eljöhetne velem hétvégén a Gyülibe, mert hogy hallotta, hogy egy ismerős a pszichiátriáról szintén abban a gyülekezetben jár, ahova én. És akkor én nem az, hogy teljesen ilyen nagyon fekvő részeg voltam, de úgy mindig volt bennem egy kis anyag, hogy egy túléljek. Tehát a létezéshez szükséges volt már. És annyira érzem, hogy akkor azt mondta Isten, hogy figyelj, Szundi, szeretlek így, ahogy vagy, de most választani kéne. Folytatod tovább ezt a álmokfutást, vagy elkíséred ezt a srácot. De ha elkíséred, akkor itt és most le kell tenni. És nem, ihatsz többet. Ez volt péntek délután, volt egy pokol szombatom, olyan elvonási tünetekkel, hogy majd meghaltam, és úgy mentem el vasárnap a gyülekezetbe, hogy minden porcikám remegett, izzadtam, tehát nagyon-nagyon-nagyon rosszul voltam testileg. Ott kuksoltam, még be sem mertem menni a gyülekezetbe, annyira szégyeltem magam. És oda mentem a gyülekezet vezetőjéhez, és mondtam, hogy figyelj, visszatért a tékozló bárány, ha visszatérhet, de én arra voltam felkészülve, hogy akár mondja, hogy figyelj, Szundi, ne haragudj, majd gyere vissza később. És megölelt. És azt Isten hozott. És akkor végig szenvedtem, nem tudtam semmire figyelni, minden bajom volt, és akkor, mikor az úrvacsora részhez értek, akkor kérdeztem az egyik szolgálót, hogy figyelj, én most így úrvacsorázhatok. Tehát, hogy annyira méltatlannak éreztem magam, és akkor azt mondtam, figyelj, Szundi, nem marháskodj, most kell úrvacsorázzál. És akkor ott ebben a pillanatban tört át valami, amikor úgy megértettem, hogy Isten szeretete mit jelent. És akkor bár a testi rosszul létem megmaradt, nagyon ramatyúl voltam, de szinte újongtam. Hazafele táncoltam, és megtelt a szívem örömmel. És olyan érdekes volt, hogy megtelt például az Isten szava tekintéllyel. Most volt egy hónapig szereltem a kemencémet, egyik hiba a másikat generálta, rengeteg sok bukta, megrendelés, tolás, minden. De aztán úgy valahogy, amikor meg jó lett, akkor úgy örültem. És valahogy mégis megmaradt az a bizalom, hogy ez akkor így helyén van. Dédszüleink idejében még mindennapos volt, hogy a drótostót megfoltozta az elrepett korsókat, edényeket. Drótból összetartó hálót készített, a repedés csirízzel tömte ki, és az edény tovább használhatta a gazdája. Nem valami hasonlót tesz velünk a Teremtő is? Már nem összetörésre ítélt korsók, a harag edényei vagyunk, hanem a kegyelemé. Gyenge agyak korsók, akik lehet, hogy törődtek, csorbák, vagy repedtek, de mégis mindennél értékesebbek.